Senki nem élte túl az argentinai helikopter tragédiát. Az első információk szerint a két helikopter pilótája argentin volt, de az utasok többsége francia lehetett. Az áldozatok között ismert sportolók is vannak. Egy három éve zajló valóságsó forgatása közben ütközött egymásnak két helikopter, az argentin hegyvidék felett tizen meghaltak. A programot a TF1-nek forgatták. Egyelőre tisztázatlan, hogy a kedvező időjárásban mi okozhatta a tragédiát. A forgatás résztvevői között ismert sportolók is voltak. Az áldozatok között van az 57 éves vitorlázó Florence Artó is. Szintén életét vesztette a 25 éves úszó Camille Mufa, aki 400 méteren nyert aranyat a 2012-es Londoni olimpián. Meghalt a 28 éves ökölvívó Alexis Vastin is. A kisváltósúlyú boxoló 2008-ban szerzett olimpiai bronzérmet.